Az egyik turbina tervezett éves karbantartásakor történt a robbanás a kiskörei vízerőműben. Tegnap délután volt a baleset, de hogy mi történt pontosan, még vizsgálják a hatóságok. A robbanásban 8-an sérültek meg, mindannyian az erőmű dolgozói. 4-en súlyos égési sérülésekkel kerültek kórházba, őket Budapesten, Debrecenben, illetve Miskolcon ápolják. A könnyebb sérülteket zúzódás miatt látták el. Így nézett ki a kiskörei vízerőmű kedd délután. A turbinek nem működtek, tűzoltók és rendőrök is a helyszínen voltak. A robbanás hétfő délután 2:30 körül történt. A településen nem lehetett hallani a detonáció hangját, ezért a lakosok meglepődtek, amikor a hatóságok ellepték a környéket. Ugye ott ilyen nagy vasajtók vannak, tehát nem hallották, hogy itt a faluban legalábbis én se hallottam. Meg is döbbentem, mikor 3:45, ilyen 37 körül történt az eset. Mondják, hogy robbanás, nem hallottunk semmit. A riasztás után a környező településekről is érkeztek tűzoltók a helyszínre, akiknek több embert is ki kellett menteniük. Összesen 5 gépjármű érkezett a káresethez. A tűzoltók egy földszint alatti helyiségből 4 embert kimenekítettek, majd átadták őket a mentőknek. Összesen 8-an sérültek meg, 7 férfi és 1 nő, mindannyian a vízerőmű munkatársai. Az országos mentőszolgálat nagy erőkkel vonult a tegnapi robbanás helyszínére. Összesen 3 mentőhelikoptert és több földi mentőegységet is riasztottunk. A baleset következtében 8 személy sérült meg, 4-en súlyos, életveszélyes sérüléseket, 4-en pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Mindannyiukat helyszíni ellátás után kórházba szállítottuk. Az életveszélyes sérüléseket szenvedők közül 2-t a Debreceni Egyetem klinikai központjába szállítottak. Egyikük állapota továbbra is súlyos. Egy másik munkást a Miskolci kórházba szállítottak, a helyszínről Embíró Liza tudósított. Az lehet róla tudni információink szerint, hogy első és másodfokú égési sérüléseket szenvedett. Állapotáról pedig a Borsodabaúj Zemplén megyei központi kórház azt közölte, hogy általános állapota kielégítő, azonban még folyamatban vannak a vizsgálatai. A 4. súlyos sérültet a budapesti Honvéd kórházba szállították. Információink szerint stabil az állapota. A Magyar Villamos Művek kedden azt közölte, hogy az egyik turbina éves karbantartása során történt a baleset, de a hatósági vizsgálatok még tartanak, így továbbra sem tudni, hogy mitől következett be a robbanás.